tudjátok, amit mondtunk az órásmesterrel, azt hiszem valami Dawkins nevű angol genetikus beszélt erről, hogy a hívők, a hitekedők, azok azt mondják, hogy a sivatagba talált órának, még ha nem is jár, annak kellett lennie valami teremtőjének, valaki megcsinálta azt, és a Dawkins ezzel szemben azt mondja, hogy az a 4, 5, 10, 15 milliárd év, az a viszonylag egyszerű, primitív szerveződményekbe, amelyekbe potenciálisan bele van kódolva a szerveződésnek a lehetősége, a speciális különleges körülmények között, amikor összejönnek a hatások, illetve a statisztikailag a tömegben és a tömeg széttágulásával a keletkező hely, illetve lehűlés és lassúbb és tartósabb folyamatoknak is a kialakulhatásával létrejövő, mi úgy mondjuk először az élet, amely a létezésnek egy része, a biológikum, és azon keresztül a visszacsatolódás, amelyik már megint egy magasabb szinten, illetve egy komplexebb szinten, talán mondjuk így inkább helyesen létrehozza a mindenség önmagára ismerődést, azaz, hogy filozhat azon, hogy a mindenséget vajon egy olyan Isten megszakadása okozta-e, aki nem azon tökölt, hogy szolgákat és teremtményeket fabrikáljon és selejteződésbe kényszerítsen, hanem azt mondta, azt hiszem Nietzsche beszélt valami erről, de lehet nem akarom bemártani, vagy már a görögök mondták, hogy az az igazi Isten, aki magánál is, idézőjelben a régi szóhasználattal, nagyobbat, komplexebbet, akkorát alkot, hogy ő maga minden tudó és minden ható se tud akkorát, és akkor ugye ebbe, hogyha véletlenül beleszakadt, hát akkor abból lett az ős boom, vagy pedig ő annyira megoldott már mindent, hogy akkora lett az univerzum, hogy összeroppant, akkor egy picibe, ahol nem voltak struktúrák, és akkor valahonnan egy esetleges másik Isten, vagy egy másik valamilyen csöp, egy még egy plusz anyag tömeg ezt a iszonyú kritikusnál is kritikusabb tömegbe összezsúfolódott anyagot egyszer csak fölrobbantotta. Na gyerekek, ilyeneket mind ki kell tudni, hogy ezek vajon hogy vannak, hogy mi kellenek a tyúk-tojás problémához, ahogy a kecske is megmaradjon, meg a káposzta is jól lakjon. Hát van itt mind tökölni, nem pedig a háborúskodás, meg a gyilkolászás, meg az anyám kínja. Na gyerekek, már megint elszaladt velünk aló. A Pegazuska. No, gyerekek, akkor mostan puszi-puszika császtok. Nem. Még gondolkodunk azon, hogy gyerekek, miért is mondtuk mi ezt most el? Hogy ja igen, hogy ugye ez a untatóka, ez egy kvázi nyilvános gyónás, és említettük a egészségügyet, a gyógyászatot, a gyónás is egyfajta gyógyászat, most nem a feloldozás, a terápia rész, hogy hát tudjátok mi az a két hiszeg egy, meg három, nem tudom, hogy micsoda is, hogy sírni fog Szentalttal, ha magunkhoz nyúlunk. Na most, amit a Fellininél láttuk, azt hiszem az Amarkordba, és akkor ugye a megátalkodottak azt mondják, hogy jaj, sírjon csak a Szent Antal, de nagyot nyúlunk magunkhoz. Hát most ez történt, gyerekek, nem tudom, hogy kinek hogy esett ez jól, de nekem egy kicsit jobban esett. És akkor ajaj. Várjátok, gyerekek, most összezavarodtunk, tehát mi volt az egészségügy? Ja, igen, az egészségügy. Hát láttátok, én már megoldottam a problémát, betegnek itt vagyok én, a világ lothatácska sajnos fertőzött veletek a tébolyott kállatságatokkal, és akkor etalonnak is, meg ilyen nem azt mondom, hogy kenjitek rám az összes mocsotokat, meg roncságotokat, meg ilyesmi, persze az is belefér, de azért ezen túl lássuk azt, hogy
hogy érdemes gyógyulászni, gyógyulandusznak szükség van, hogy a gyógyó az nem gyagya. Gyerekek, emlékeztek erre a régi szlogenünkre? Ez már kint volt a gyógyóba is a egyik remek kis kiállításon. Úgyhogy gondolom, ennek lehet örülni, hogy legalább már itt tartunk az evorevolúció kacsázódásával annak kacskaringói közepette. Emlékeztek, alaposan visszaléptünk a nagy kutyaszarba, amit megnyalintottunk mostan, és örvendezünk, hogy milyen jó, hogy nagyon nem léptünk bele, hanem a 7 méternél 7-7 határa átcsapó hullámokkal rögtön a kommunizmusba repülünk, gyerekek, és nem csak, hogy repülünk helikopterezve egymáshoz, hanem hidat is alkotni. Próbáljuk ismergetni egymást, hogy kiderülhessen, hogy tényleg érdemes és értelmes dolog ilyet csinálni. Na gyerekek, hát ez ilyesmikről szólna a purgatórium előke összeszerelő és üzemeltető művek. Tudom, hogy ehhez sok babonaság félreért, és persze ezeket is mind definiálni kéne szóról szóra, hogy mi mit jelent, mennyi az irónia benne, mennyi a komolyan vehető, idézőjelben komolyan vehető, mennyi az, ami ábránd még, mennyi az, ami már itt van. Talán úgy mondhatnám, mint egy túltelített oldatban kristálymagot kéne mozgatnunk, hogy kikristályosuljék valami igazi, jó, stabil, hosszantartó, élhető világlódhatácska. Persze nem mereven és blokkoltan, és lekötözve, és egymás torkának a kést szegezve, hanem dinamikusan, hát mondjuk azt kicsit erős, hogy mobil szilánk mozaikokként, mert a szilánk ugye a sérthet, tehát akkor majd ilyen lekerekítetten, ilyen áramvonalasan, tudjátok, mint ahogy mondják régen, hogy a igazi szobor az, amelyiket ha legurítanak a dombról, akkor az éppen marad, mert mint tömeg, még a jeleket is inkább tudja kímélni magán. És akkor puszika, nagyon köszönöm ezt, gyerekek, hogy legalább magamnak megcsináltam. Szia!